Srácok! Srácok, képzeljétek el! Srácok, itthon vagytok! Kis karácsony, nagy karácsony! Szia, kis! Kisültem már a Minecraft-on! Kusi, mit csinálod fenn a sarokba? Kisült már ide véle! Kusi, egy gyenge mélyű! Na jó, oké, figyeljetek! Hatalmas nagy hírem van, srácok! Képzeljétek el! Na? Az a helyzet, hogy úgyse fogjátok elhinni, de nagyon menő. SpongyaBob elhívott engem karácsonyozni bikini fenékre. Az komoly. Egy van, mi van, hogy elmondtál egyet? Nem. SpongyaBob kajakra esküszöm. Képzeljétek, nagyon menő. SpongyaBob, ki öltözött be SpongyaBobnak? Nem beöltözött, az igazi SpongyaBob meghívott engem bikini fenékre karácsonyozni. Várjál! Dani, ezt nem fogod elhinni, ez nagyon durva. Mi az? Téged is meghívott? Engem Donald Trump! Na jól van, oké. Úristen! Azt mondta, hogy közösen fogunk bulizni SpongyaBobbal, meg Supermannel. Nagyon vicces vagy. Na jól van, itt a busz, szóval mennem kell, oké, ne izzeljetek. Ja, busz. Na jól van. Persze. Ja. Kis gyere, cső. Na jól van, szevasztok, cső. Ja. Találkozunk, mi ott. Jó van. Hol van már a busz, ember? Lefogom ki. Megjött! Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Egy-egyet szeretnék bikini fenékig. Egy-egy? Nem is lenne más, mint 300 forint. Jó, tessék, parancsoljon, beszállok köszönöm, hátra. Köszönöm, nyugodtan szálljon a be. Istenem, váltok, leghátul szeretek ülni, ez a legmenőbb. Na jó van, lassan indul a busz, srácok. Még itt ugye elszakott pár percet ugye a megállóba, meg ilyenek, de nem sikár elindul. És irány bikini fenék! Ez a hülyes kajak beült a buszba. Na jó, várjál, Husi! Van már egyszer? Aha. Megyél fel egy azért egy áruhát, és nézzük meg, hogy mit csinál. Kíváncsi vagyok, hogy... Tessék, várjál. Nekem... Jaj, oké, becsi. Tehát kövessük és nézzük meg, hogy hova megy, mert tudja, hogy valami nagyon vicces helyre. Lehet, hogy ilyen vicces bikini fedék, mint a valami ilyesmi. Na várjál, gyere, szépen lassan, szépen finoman settenkedj. Gyere. Fú, ez a kibufogó szár. Amúgy jó ujjatok! Én nem szeretem. Mi? Jó napot! Jó napot! Merre megy ez a busz? Bikini fenékre. De mármint, hogy igaziból. Konkrétan bikini fenékre, mi probléma van? A spongyabobos bikini fenékre? A spongyabobos bikini fenékre? Jól tűnik. Mi van? Mennyire kerül a jegy? 300 forint. Jó, tartsa meg a balra valót, kérünk 2 darab diákjegyet. Köszönöm. Diákjegy? Halljon abban nyugodtan, jöjjenek. Gyere. Úristen, srácok! Nem sokára már oda fogunk tényleg jönni, remélem. Viszont, vannak ilyen fura, eléggé fura utasok. Hello, egészségedre! Köszi! Eléggé ismerős hangod van. Hello! Hol mész, kisfiam? Bikini fenékre megyek, bikini fenékre. Bikini fenék? Így nem van. Nem is létezik, azt tudod. Jó van, oké, ezt mondták a haverjaim is, de úgyis nem sokára eljutunk szerintem oda. Nyugalom. Áú, SpongyaBob meghívott a születésnapjára, szóval oda megyek éppen. Persze. Ezt már mondta, vagy, ja. Jó van, mindegy, utazzatok jól. Na jó van, aludjunk egyet, aztán nem sokára is odaérünk. 2 hours later. Áj, srácok, azt mondom, hogy megérkeztünk, úristen! Mindjárt itt vagyunk, de menő! Uá, ember! Megérkeztünk a végállomásra! Ti is idejöttetek, sziasztok, majd talizunk! Viszlát! Úristen, de menő, srácok, megjöttem SpongyaBobhoz! Biztos sem van az emeleten. Jézusom, de nagyon menő a háza, no, mert bezárom itt neki az ajtót. Úristen, de jó! Na jó van, SpongyaBob, itt vagy? SpongyaBob, megjöttem, csőcsumi! Ciao! Szia, SpongyaBob! Cső! Mizu van veled? Mizu van? Mi a baj? Megbeteg vagyok amúgy, nem bulizni írtalak, csak meg szeretnélek kérni valamire. Megbetegedtél? Aha. Jézusom. De azért minden okés? Jézusom, SpongyaBob. Na, jó, nyugi, nem baj. De hogy fogsz így amúgy dolgozni, vagy nem tudom? Kérlek egy szívességet. Ja, persze, igen, aha. Bemennél helyettem dolgozni. Helyetted dolgozni? Léci. Hát nem tudom, hogy ez jó ötlet, ez biztos? Persze, teljesen jó ötlet. Már meséltem
főnöknek rólad. Jól van, figyelj, jó, oké. Jó, bemegyek dolgozni akkor, és megcsinom akkor heted ezt a pár napot, hogy gondolom, hogy ne rúgjanak ki, vagy nem tudom, miért akarod. De figyelj, tudunk csinálni egy képet, csak hogy elküldjem a többieknek, hogy bebizonyítsam nekik, hogy ismerlek? Persze, mondjuk most nem nézek ki, csak kicsit rosszul így. Hát tök mindegy, nem baj, várjál, csak maradj úgy, jó? Oké, megvan, jó, ez is van jobb. Na jó, van, dumázzunk majd, akkor megyek dolgozni, jó? Majd beszélünk, csöcső. Jó, csöcső. Na jó, van, srácok, találkoztunk Spongyóban igazából, ez amúgy már alapból tök menő dolog. Menjünk segíteni neki igazából dolgozni, úgyis erre kért meg. Aztán, ja, igazából úgyis kíváncsi vagyok, hogy mi a rákolló. Na, ezt nem hiszem el, hallod, hogy lehet ilyen jó Spongyóban ilyen közeli kapcsolatban? Nem tudom, de annyira irigy vagyok rá. Én szeretem Spongyobobot, én azon nőttem fel, mert még mindig az őt nézem. Nem is értem, mi? Kisziszeg, hát ez miért? Pogtunk! Hello! Sziasztok, ki emberek vagytok? Aha, csak ilyen maszkba, mert ide esetten kedve. Mindegy, mi van? Ő a kutya! Ja, tudnátok nekem segíteni? Mibe? Vagy csak persze, hogy tudunk, bármi is legyen az. El kéne rakni a titkos receptet. Ott van a rozsdás rákoló, ott van a titkos hamburger. Ez most kandi kamera? Miért lenne kandi kamera? Semmi, akkor biztos? Teljes mértékben. Hozzád nyúlhatok? Ne. Jézusom. De csak meg akarom nézni, hogy... De ne de csak meg akarom nézni, hogy igazi vagy-e. Igazi vagyok, nem látod? De akkor hogy pöcköljelek meg? De ne pöckölj meg! Várj rá. Szeretem, hogyha hozzám nyúlnak. Nem szeretem, hogyha hozzám nyúlnak. Már segít. Tényleg igazi, ilyen kis rugalmas. Á, fújó. De melyek ellopom, hol leszel? Hát én szerintem itt fogok mikrálni. Oké, hozom. Jó. Úristen, srácok, a rákolló ember, mindig is erre vágytam, komolyan mondom. Jó napot, kívánok. Tiszteleg, jó napot, főnök úr, hello. Jó késés, erre a napon a számítsófűtésre. 5 perc, nem is késtem annyit, de mindegy. Jaj, nem, na, jöjjön főnök úr. Készen állok, Dani vagyok, szia! Szia, nagyon örülök neki. Szóval itt kell majd sütni a húsokat. De menő! 2 szabály van, nagyon finom legyen, és napi 30 hamburgert legalább adjon el. Jó, oké, és jól van, rendben van, megoldom. A harmadik szabály az, hogy nekem adja az összes pénzt, és... Mint hogyha éreznék valami pénzszabad. Nem rák, uram, nincsen nálam semmi forint. De. Ne vegye már ki, az a buszpénzem lett volna. Jézusom, na jó, tudja mit? Hagyjuk, mindegy, oké, rendben, dolgozok rá, uram, jó, a lényeg az, hogy Spongyobot ne rúgják ki. Nem fogják, hogyha szívul dolgozol. Jó, rendben, köszönöm, viszlát, főnök úr. Viszlát, jó, hello. Na jó, van, srácok, muszáj jól dolgoznom, különben Spongyobot ki fogják rúgni, amit nem hagyjatok, és megígértem neki, és én a szavamat adom. Szóval, ja, dolgozzunk keményen. Na jó, van, srácok, várjuk az első vevőket, remélem, hogy nem sérül, jönni fognak. Mi az Isten? Kérlek ezeket, ide a receptet! De, ti mit kerestek itt? Receptet! Azt mondjuk, ide a receptet! Milyen receptet? Miről beszéltek? A titkos receptet! De minek nektek a recept? Azért, mert Plankton ezt kérte! Mi van? Ti Planktonnal dolgoztok együtt? Add ide most! Na jó, Jézus úristen, ezt nem gondoltam volna tőletek. És igen, Planktonnal dolgozunk! Jól van, én nem fogom odaadni a receptet, mert akkor Spongyobot kirúgják, és nem hagyhatom ezt! Engem nem érdekel, engem a Plankton fog kirúgni. Ti nem is hittetek bikini fenékben, mit keménykedtek itt, de komolyan? Mégis itt vagyunk, add ide a receptet! Nem fogom odaadni, mert nem adhatom oda, csak akkor, hogyha szépen kéred. Kérem szépen most azonnal, vagy különben. Ne csicskuljál már! Tudod mit? Na jó, elegem van, gyere ide kis, megpöckolom a füledet, ne se! TAUM! Ha! Húsi, neked is! BAM! Most megpöckölted a fülemet? Igen, megpöckoltam a füledet. Hát jó, akkor jó van, oké, tudod, kikérünk tőled receptet, akkor legközelebb jó van, oké? Ha, ennyi! Ha akartok még, akkor visszajöhettek! Tudod mit? Itt a fegyver akkor! Jó, kösz! Ez neked te! Jó van, ha akartok még fülpöckölést, akkor gyertek majd, cső! Szevasztok! Easy, srácok! Istenem, ennyit erről, komolyan mondom, receptet? Easyből megállítom őket, soha nem fogják megszerezni a receptet. Készen állok, bam, készen állok, bam, Spongyobob! Dani nadrág! Hú, na jó, ez is menő lett. Istenem, jönnek már vevők! Jó napot, uram, valamiben segíthetek?
nem beszélik szerintem a nyelvemet, vagy nem tudom. Na jó van, lassan csak jönnek most már itt a vendégek. Na és játszok, jönnek már vevők. Rendesen kezdem azt hinni, hogy ki fog engem rúgni, izé rák, uram. Meg de nem adok el semmilyen. Oh, jó napot! Hello, sziasztok! Hello. Miben segíthetek? Szeretnénk megnézni a receptet, hogy allergiás a körünkre. Ó, értem. És hogy van ebben a kolbász? Jó, értem, értem. Szóval maguk véletlenül sem. Mi és a nevük? Bocsánat, jobboldali. Nekem húsis. Húsis? Értem. Neked? Neked itt baloldalt? Nekem kis is. Kis hús vagy mi? Nem, kis is. Kusi. Kis is. Mi? Kusi. Az neve vagy kusi? Ja, értem, kusi és kis is, vagy mi voltál? Kusi és húsis. Kusi és húsis, oké, értem. Jól van, rendben, hozom is a receptet, jó? Egy pillanat, jó? Köszönjük, köszönjük. Rendben, várjanak csak ott. Azt hiszik, hogy elviszem nekik a receptet, biztos, hogy nem. Na jól van, bocsánat, jöjjenek közelebb, itt is van nálam, nézzék csak! Hoppá, bam! Egy kis fülpöckölés, még egy kicsi fülpöckölés! Tessék! Te most megpöckölted a fülem? Igen, de kapsz egy kis nyaklevest is, nézd, bam! Nem fog észrevenni, nem fog észrevenni! Mit nem fogsz észrevenni? Gyere ide! Gyere ide! Nem! Ezt meg nem kapod! Na jó, van, komolyan mondom, itt a receptet akarjátok, mi nem kapjátok meg! Na menjetek innen! Istenem! Húsi, takarodjál már innen el! Komolyan mondom, nem kapják meg a receptet, megvédem! Spongyom a tét, vagyis a dizé mesterem, akit kitanított engem. Szóval ja, muszáj érte megtennem. Na, én komolyan mondom, én be sem megyek többet ezen az ajtón, már úgy fáj a fülem. Ó, vágyasztam. Na? Berobhatjuk az egész. Egész lákos olló. De én mondom, hogy nem megyek be az... Ja, de várjál, hátulról is ott lehet menni. Berobhathatom! Nem, én fogom, te nem vagy elég tekint. Oké, okay. És ott is a szép, ott a szép, ott a titkos étek, megvan, gyere, nálam van, hát nem tudom húzni olyan gyorsan, gyere már, gyere, mi volt ez a robbanás? Ott vannak, srácok, itt a recept, mi csináltatok? De... Itt a titkos srácok, figyeljetek, nem tehetitek, meg fog halni Spongyom, értitek? Vége lesz neki. Most felolvasom a receptet. Nem, kis, nem teheted meg. Érted? Az első összetelő. Nem, Spongyom, nem, Spongyom, segíts. Spongyom. Mi volt az alkalmas izaj? Szia Spongyom, hallod, a lindezébe jelölünk, hogy én kapatok egy aláírást. Spongyom, itt kis és ellopták a receptet. Igen, itt van nálam. Tehát ott van a recept kisnél. Igen. Figyelj már! Megtennél nekem valamit, kérlek szépen, leszel olyan kedves. Aha, persze! Kérlek szépen, tedd vissza azt a receptet a helyére, és felőlem bújszhatok velem, és azt csinálhatok, amit akartok velem, csak kérlek azt a receptet, ne lopjátok el. Biztos, hogy bújszhatunk? Biztos, hogy bújszhatok! Jó! De én elolvashatom a receptet? Ne, olvasd el, mert szóval az egész környék hallani fogja. De csak magamba. De magadba se. Ezért titkos recept, kis. Na, add oda szépen vissza a helyére, és akkor mehetek karácsonyi buli, akkor Spongyobba ti is jöhettek. Hello! I Istenem, na. For Christmas is Bam 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 bam